Javában zajlik a vakáció, ezzel együtt pedig elkezdődtek a táborozások is. A városi napraforgó táborban már a második turnus kezdődött, ahol a megszokott kézműves foglalkozás és strandolás mellett számos új program is várja a gyerkőcöket. A Jócsontok Fehérvári Kutyaiskola minden héten különféle tematikával jön hozzánk keddenként, és hozza a kutyusait, aminek nagyon-nagyon örülnek a gyerekek és mi is. Megpróbáltuk a barátságmozit bevonni az idén a programok közé. Ez is hetenként több turnussal, vagy több csoporttal tudjuk meglátogatni a mozit előre megbeszélt előadásokon. Kovácsné Boros Ildikó úgy véli, a tábor nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. A kicsik pedig elárulták azt is, mit szeretnek itt a legjobban. Szerintem a sportokat szeretem. Szerintem ez a legjobb tábor, mert mindig programokat szoktak tervezni a tanárok. Szerintem is ez a legjobb tábor, főleg ez most nagyon jó, mivel megéri ez a tábor, úgyhogy szerintem nagyon jó. Én a táborban a focit szeretem nagyon, meg azt, hogy sokat megyünk úgy strandolni. Nekem is a foci tetszik a legjobban itt, meg hogy megyünk strandolni a Karonnás Parkba. A csütörtöki napon a táborozók kipróbálhatták ügyességüket is egy biciklis akadálypályán nyereményekért cserébe, emellett pedig játszva tanulhattak különféle bűnmegelőzési feladatok segítségével. Itt gyakorolhatják esetleg, amit nem tudnak, és itt rávilágítunk arra is, hogy mik azok az alapvető kerékpárt kezelő és kezelési gondok, amik esetleg felmerülhetnek. A legügyesebbek, akik teljesítik a pályát és megfelelő időbe teljesítik a pályát, ők a végén ajándékokat kapnak tőlünk. A Bregyóban egyébként még 5 turnusban egészen augusztus végéig várják a táborozni vágyó diákokat.